Kampányfőnöke voltam a Tamásnak, tehát azt hiszem, hogy tudom is, és hát szeretném is képviselni legalább olyan hatékonysággal, mint a Tamás ezt az ügyet. Bízom benne, hogy én is sikerre vihetem a Jobbik munkáját itt a választókerületben. Így kezdte bemutatkozását a Jobbik helyi jelöltje. Kopetti Tamás a kampány kezdetén hunyt el. Az ő helyét vette át a János Somorján élő Lipovics Máté. Péntek délután mutatta be pártja választási programját, ezt már az országos kampánynyitó nyilvánosságra hozták, fogalmazott az aspiráns. Egyrészt vagy olyan megszorításokra készülnek, amit nem szívesen adnak ki a nyilvánosság elé, ugyebár. Vagy nincs is programjuk, véli Lipovics Máté. A jelölt szerint az autópályán északon és délen is kell lehajtót építeni, hogy ki lehessen tiltani a kamion forgalmat. Nagyon fontosnak tartom a szigetközi vízpótlás kérdését, ahogy ugye Kopetti Tamás elődöm is. Mindenképp erre nagy hangsúlyt szeretnék fektetni, hiszen rengeteg szigetközi település tartozik ebben a választókerületbe, pontosabban az összes, és ez igenis rengeteg polgármesterrel beszélve komoly problémát jelent számukra. A közbiztonságot is erősíteni kellene a térségben. A Jobbik jelöltje szerint sok vendégmunkás érkezik Moson-Magyaróvára, illetve János Somorjára is. Mindez sokszor ellenőrizetlenül, tehát nem bejelentett lakcímmel például, és ezért például János Somorján is mondjuk, ahonnan én jövök, megszaporodtak a betöréses lopások száma. És ezért a rendőrséget is úgy gondoljuk, hogy erősíteni kéne itt helyben is. A Jobbik országgyűlési választási programja Kimondjuk, megoldjuk címet viseli. 84 oldalon foglalja össze a párt terveit.